Üdvözlöm nézőinket, Önök a Chance esélyegyenlőségi magazint láthatják. Mai műsorunkat a Down-szindrómások világnapján március 21-én forgattuk. Három helyszínen jártunk, előadásokkal, érzékenyítő programokkal készültek a Down Alapítvány munkatársai. Ezt követően ellátogattunk a Nem adom fel kávézóba is, ahol Down-szindrómás fiatalokat is alkalmaznak. Március 21-e a Down-szindróma világnapja. Ugye a Down-szindrómásoknak a 21-es kromoszomából három félpár van, és ezért a 0321 az a Down-szindrómának a világnapja. Mi is igyekeztünk ezt megünnepelni, a Down Alapítvány három rendezvényt tart ezen a napon. Az egyik az itt a Zuglói Civil Házban zajlott. 80 értelmi fogyatékos, illetve Down-szindrómás fiatal felnőtt vett részt ezen a programon. Előadásokkal, kézműves bemutatókkal és ajándékokkal, versenyekkel örvendeztettük meg őket. A másik rendezvényünk az a Lágymányosi Foglalkoztató Központunkban van egy Csináld Magad Nap, ami gyakorlatilag egy érzékenyítés. Bárki bemehet, beülhet a kézművesek közé, és ajándéktárgyat készíthet saját magának velük együtt. A harmadik pedig egy iskolai program. Iskolába elmentek a Down-szindrómásokkal együtt, és ott tartottak egy ilyen kézműves, ott is kézműves bemutató van, és egy ilyen iskolai érzékenyítés mindenféle színes programokkal. Itt a Zuglói Civil Házban a hulladék hasznosításra élesztük ki egy kicsit ezt a napot, mivel ez egy nagyon aktuális kérdés és probléma, hogy egyrészt a hulladékcsökkentés, a szelektív hulladékgyűjtés, illetve ugye a fő profil a foglalkoztatásban a piacképes termékeknek az előállítása. Most ezek a piacképes termékek előállíthatók mindenféle hulladékból. Ezek a hulladékok, amik egyébként a szemetesbe kerülnének, gyarapítva a szemétnek a mennyiségét, ezekből olyan piacképes termékeket tudnak előállítani, amik megállják a helyüket bárhol ajándéktárgyként, használati tárgyként. Ilyen például a papírnak az újrahasznosítása, újságpapírból kosarakat, papírmasétálakat, és még a fűtéshez használatos brikettet is elő tudnak állítani házi szinten. Illetve a műanyagokból, és nagyon érdekes előadást hallhattunk például a mai napon arról, hogy a korai fejlesztéshez, ugye a Down-szindrómás kisgyerekek korai fejlesztéséhez mi mindenből lehet fejlesztő játékot előállítani. Egyre többet tud a többségi társadalom a Down-szindrómásoktól, azt hiszem annak a propagandának köszönhetően, amit többek között mi is képviselünk. Ugyanolyan emberek, ugyanúgy élnek, ugyanúgy örülnek, ugyanúgy sírnak, mint bárki más, ugyanúgy dolgoznak, és akár még önálló életet is tudnak élni sokan. Annyira fontos lenne az, hogy a társadalom ezt belássa, hogy ők nem fogyatékosok. Én mindig azt mondom, hogy többletesek, mint ahogy ezt a mai nap is jelzi, ugye a 0321, nekik több van. Egy félpár kromoszómával több van, rengeteg szeretetből, ragaszkodásból és odafigyelésből is sokkal több van. Sokat tanulhatunk tőlük. A Down-szindróma a születések számából ítélve olyan 601-hez az arány, hogy születik. Ez ugye egyre csökken a szűrővizsgálatok által, de még mindig nagyon szívesen vállalnak az emberek Down-szindrómás gyerekeknek a felnevelését, és ez is annak a propagandának köszönhető természetesen, hogy megmutatjuk, mint ahogy a mai rendezvényen is, hogy ők is itt vannak köztünk mozognak, köztünk lélegeznek, és dolgoznak.
A Dán alapítványon ajánlotta fel a hulladék gazdálkodásról szóló programokat, és én ezt válaszoltam, mert a nagy többség ide jött az alapítványból. Részt vettem az előadásokon, és dekupázoltam egy alátétet. Ekkora pohár alátétet, körülbelül ekkorát. Ilyet, ekkorát, ami a ember tenyerén elfér. Fehér festékkel le volt alapozva, úgy kaptam készhez, és kiváltam szalvétából egy darabot, ami egy mintát, és azt dekupázva ragasztóval rátettem, és szintén lakkal lefeszettem az oldalát és az alját. Érzékenyítő tréning volt, és ezzel együtt integrálódtak fiatalok a mi Down-szindrómás és egyéb értelmi fogyatékossággal élő fiataljainkhoz. Fiataljaink különböző termékeket készítenek. Kiemelném a mai nappal az hulladéktermékek újrahasznosítását és felhasználását, melyekből készítenek olyan termékeket, amelyeket különböző vásárokon adunk el. Szeretném is megmutatni, ez például egy ilyen kis boríték, amit akármilyen kis neszeszerként használhatunk, azon kívül papírból készítenek még kis füzetet, amire az ő rajzaik kerülnek rá. A bőrhulladékból készítenek tolltartót, ez például egy nagyon aranyos kis lányos tolltartó, kártyatokot, amiben a személyigazolványt, ilyesmit be tudnak tenni a fiatalok. Ezen kívül van még szemüvegtok, most mutatok még egy nagyon aranyos kis kulcstartót, amit nagyon szeretnek a gyerekek. Tehát felhasználjuk azokat a hulladéktermékeket, amelyeket mások ugye esetleg nem tudnának már felhasználni, és utána ezeket értékesítjük. Ezeknek a termékeknek a bevételét pedig újra a anyagköltségként visszaforgatjuk. Ezen kívül mindenféle tréning is folyik ebben a Lágymányosi úti centrumban, tehát egyéni fejlesztések is, és az önálló élethez szükséges tréningek, amelyek az ő munkájukat segítik, hiszen az önálló élethez szükségük van arra, hogy legyen munkájuk. Ezért a munkáérők ugyanúgy fizetést kapnak, mint az úgymond rendes dolgozók. Ez alapvetően nagyon fontosnak találjuk, mert ezáltal ők is nagyon hasznosnak érzik magukat. Itt az intézmény keretei között, minden édesanyám 11-ben elhúnyt, november 5-én, így, 11 után jöttem ide, olyan 11-12 körül már itt dolgoztam. Itt ismertem meg egy nagyon csinos és nagyon jó kis lányt. Ez az Eszter volt, gondolom, hogy te is ismered, de nem ez a lényeg, hanem hogy párok lettünk, szeretjük egymást, minden. Amit éppen kell csinálni, azt megcsinálom. Számítás nektek a fő, mert az a hétfő meg a péntek. Ez nagyon fontos, nem csak az én életemben, hanem a többiek életében is.
Csináltam ma mappát, utána csináltam pincetárcákat, csináltam kulcstartókat, csináltam állatokat is csinálok. Hát szerintem minden szépet csinálok. Két éve, hogy itt dolgozom, és szeretem csinálni, amit csinálok, mert ez úgymond meg is nyugtat, ha dolgozom, meg felszolgálás téren mozgok, amit szeretek csinálni. Például én is danszintén más vagyok, de abból a szempontból más vagyok, mint a többiek, mert hogy nekem két szindrómám is van. Van az Eisenmenger-szindróma, ami miatt úgy látszik, hogy azáltal, a szindróma által jobb képességűnek érzem magam. Nem adom fel, kávézókban 27 megváltozott munkaképességű fiatal dolgozik, ebből 5-en Down-szindrómás fiatalok. Fontosnak tartottuk azt is, hogy Down-szindrómásik is dolgozzanak a kávézónkban, emelik a kávézónknak a fénypontját, nagyon szeretünk velük együtt dolgozni, folyamatosan mosolycsarnak, mint a vendégek, mint a kollégáik arcára. 100%-ig képes önállóan elvégezni a feladatát. Ez látható abból is, hogy önálló életet él a Down Alapítvány egyik sarokház épületében. Alexandra nagyon szeret itt dolgozni, és tud is. Ő felszolgáló munkakörben van ide felvéve, a vendégek kiszolgálásáért felelős is, a vendégek fogadásáért is. Nagyon nagy szívvel fogadják őt a vendégek is, már akár az ajtóban. Sokan megismerték, több cikkből, több újságból láthatták már őt is, illetve a visszatérő vendégek is már Szandikaként köszöntik, hogy szia Szandika, megjöttünk. Imádja őt mindenki. Önök a Chance esélyegyenlőségi magazint láthatták. Észrevételeiket megírhatják a chance@9.tv e-mail címünkre, de hívhattak is bennünket a 0620 297 39 81-es mobiltelefonszámunkon. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra egy hét múlva!